Sziasztok, itt Attila, ez pedig a Gamehalom csatorna, a Sons of the Forest sorozatának 5. része. Az előző részben védtük így az otthonocskánkat, meg építgettük, a mai részben meg fogjuk és tovább megyünk, körbenézünk, gyűjtögetünk, meg hasonlók, meg kifogytam a gyógyszerből. Igazából a gyógyszer itt a lényeg. Vagy hús. Ott van szerintem az túlparton, hogy benszülött. Csak egy pillanatra láttam. Ott arra. Ott az volt az, vagy ez madár volt, nem tudom. Á, mindegy. A lényeg az, hogy kell gyűjtenünk mindenféle cuccot, mert a készleteink kicsit lemerültek. Mindegy, Kevint addig itt hagyjuk. Azt mondom, hogy még mielőtt innen elmegyünk. Azért mentünk egyet. És ez itt elő. Itt szemben van valami előttünk. Meg balra itt tőlünk van egy barlang. Itt menjünk balra. Menjünk balra, mert oda zuhantunk le a repülőgéppel, és minden egyes újraindítás után visszarakja az ilyen készleteket. Hopp, ez micsoda? Aloe vera. Hú, az nagyon jó. Visszarakja a készleteket, és akkor emiatt biztos, hogy lesz ott gyógyszer. Új, itt van egy halastó. Ú, ez egy elég királyhely. Itt vannak dobozok. Ezeket például múltkor nem is láttam. Itt ezek kicsit arrébb vannak, mint a rendes hely. Tehát ott arra följebb van a repülőgép. De ez tök jó, ha ide jövünk. Van térkép? Ja, jó, látszódik házunk, oké. Okay. Ide jövünk. Valahol beállunk a szélére. Látok halakat. Ez nem tudom, hogy így működik-e. Még egyszer nem próbáltam meg, viszont elmenekültek. Na, most elmenekülsz. Én egy halat azért ki fogok fogni. Az lesz az. Ó, Istenem, egy picivel följebb ment. Vagy alá ment. Franz, vigyel. Nem baj. Egyet ki fogok fogni. Egyet. Ó, ott van. Ott van a halacska. Nagyon jó. Várjátok, mi van, hogyha beljebb állunk? Ide. Hát mondjuk a teknős is finom. Azt a mindenit, a teknőst a lándzsával ilyen gyorsan megölöd, mert amúgy baltával nem ölöd meg egy könnyen. Oké, okay. Hát akkor igazából itt végeztünk. Mennyien vagytok itt. Egyet ki akarok próbálni. Mi van, hogyha... csinálsz egy ilyet. Hát ez jobban is összejöhetett volna. Mindegy, ez a halastó, ez jó. Hopp! Kettőt is! Az komoly! Lunge-ot be kéne állítani kettes gombra. Lunge-ot beállítom kettes gombra. Na mindegy, egy csomó halat szereztünk. Most van 3 hal nálunk, így ennél többre most nincs szükségünk igazából. Ez tök jó, ez eddig nagyon sikeres ez az eljövetelünk. Van sima húsunk, van halacskánk. Amondó vagyok, csinálunk ide egy olyat, hogy... lehet a halastóhoz kéne. Ja, a halastóhoz kéne, nem ide közvetlenül, ide mellé. Ó, mondjuk van kaja itt most. Hopp, gyógyszer is van. Nagyon jó. Azt viszont most nem használjuk fel. Mert a sült hús, az tölteni fog. Ez mi a C4-es, már nem bírjuk cipelni. Ez már túl sok van belőle? Az jó. Mi kell hozzá? Ja, kéne. Érme. Addig nem bírunk készíteni. Hopp. Kábítópisztoly. Most nincs szükség. Még valami esetleg itt? Ez olyan kegyetlen csalás egyébként, hogy ezek így visszajönnek. Ez... akár nem is vehetném föl, de értitek, tehát, hogy ha már nehéz módba játszunk, akkor használjuk ki az ilyeneket. Ide rakunk egy tüzet.
Azért, hogy itt készítsek húst. Én szerintem, mivel nem vagyunk otthon, itt talán annyira nem fognak a benszülöttek piszkálni. Szóval készítünk ide egy jó kis tűzhelyet. Nagyon ennyi? Hát ezt nem vitted túlzásba, mit nem mondjak. Hát ott valamit ott aztán elfelejtettél. Ja, nincs több botod. Jó, várja. Mindjárt rendezkedünk. Fölveszünk mindenfélét, amit szerzünk itt. Köveket is. Készítettem ugye nyilakat. Ezért kellenek. Úgyne. Ide csapdákat is helyezhetnénk. Hova jöttem? Ja, túl jöttem. Mert amúgy nálunk nem nagyon vannak állatok. Ez a hely merőben jobb arra, hogy kaját gyűjtsél. Úgyne, kész van. Olyat csinálhatunk még, hogy azt mondjuk, hogy ilyen hopp, világít az egész. Azt mondjuk, hogy ezt a követ ide elkezdjük lerakosgatni. Nem egészen tudom, hogy ez a kő mit, milyen játékmechanikát ad nekünk. Tehát, hogy mondjuk a tűz tovább áll, vagy nem tudom, tehát jobb, tovább marad fönt, vagy nem tudom. De értitek, azért lerakjuk. Rakunk rá pénzt. Menjen levél is. Úgy. Aztán később majd azt csináljuk, ide rakhatnánk egy szárítót. Egy hússzárítót. És kifogjuk a halakat, meg mindent, és lerakjuk rá, és így készíthatjuk. És aztán tudjátok, hogyha kaja kell, akkor csak eljövünk ide. Szerintem elkapom. Nem jött össze. Hopp. Mindegyik megsült. Ó, mindegyik megsült. Nagyon jó. Akkor ezt fogjuk először megenni, mert szerintem a halasz tovább le. És már gyógyulunk is. Nagyon jó. Oké. Nem látom értelmét, hogy kifogjak még halat. Igazából ezzel itt végeztünk is. Egy dolgot szeretnék, menteni szeretnék. Jó, azt itt is tudok. Itt is tudok, mert le tudok helyezni egy ilyen vackot. És akkor mentünk itt, és bemegyünk ide a föld alá. Itt már nem emlékszem, hogy mi van. Itt voltam azért, hogy vegyek föl felvételeket a videóba. Tudjátok, a bemutató videóba. Ó, itt ezeket a dobozokat, ezeket itt hagytam volna, hogyha nem jövünk ide. További gyógyszer, az jó. Na nézzük, hogy akkor itt mi van. Tökre nem emlékszem erre. Jaj, de tudom, mi van itt. Tudom, mi van itt. Jó, nem spoilerezem el, most már megvan. Aki látta a bemutató videót, még az is tudja. Még húst itt szereztünk itt. Ja, fogok egy olyat, azt kimegyek, mert annyi mindent veszünk itt fel. Ja, fogom, azt kimegyek, mindjárt jövök. Na, meg is vagyok. Csak gyors mentés. Még valamit meg akarok nézni. Van itt nekünk aloe vera valahol. Itt van. Ezt mivel tudjuk kombinálni? Ezzel a növénnyel? Jaróval? És akkor ez ilyen health mix lesz. Aha. És odarakja. Szóval, hogyha... Valami hang volt. Ha aloe verát gyűjtünk, akkor tudunk készíteni magunknak ilyen gyógyszereket, mert a jeró az nő ott mellettünk, meg az aloe verát is onnan szedtük. Jó. Ott néhány koponya. Egy jó pár koponya. Kötél. Hello. Tudom, hogy vagytok egy páran. Ez igazán szórakoztató hely lesz, én úgy érzem. Na, ott már áll is fel az alak. Csinálunk olyat, hogy... összetörjük, és eldobjuk. És eldobjuk, az ott víz.
Hát... Azt nézem, hogy fel tudnak-e jönni, de egyelőre nem úgy néz ki, mint akik fel tudnának, szóval felhasználunk egy gránátot. Oda szépen mellétek, és... Jó, egy néhány az megsemmisült. Pontosan nem látom, hogy mennyi. Ezt hármasra berakjuk a flashlightot. Oh yeah, ott van egy. Illetve kipróbáljuk a stun gun-t. Tadám! Pénító pisztoly, ott van egy a távolban még. Oké, én ezt értem. De ő csak kifekszik, nem? Jó, ez így most már biztos meghalt. Tőle tudunk begyűjteni páncelt. Oké. Még mielőtt tovább megyünk. Kettesre a lányzsát raktam, hármasra a lámpát. Itt legyen a négyes a stun gun, és akkor tudjuk váltogatni. Vagytok még egy-ketten, ahogy nézem. Oké, okay, nem akarom újra tölteni. Oké, okay, ő is meghalt. Most szereztünk vagy kettőt, hármat. Na gyere ide! Oké. Okay. Na, most felmerül a kérdés, hogy vajon akkor ő csak bénulva van, vagy meg is halt? Nem halt meg. Határozottan nem halt meg. És még mindig nem. Még mindig nem. Most már igen. Még mindig lélegzik. Értitek? Fej nélkül is lélegzik. Ezt a képességet én is akarom. Nem tudom, hogy a fejem nélkül mennyire tudnék utána bármit is csinálni, de nem rossz, hogyha ugye a tüdő az működik, az élet fenntartja a testet maradék részében. Felmerülne a kérdés, hogy a fejem nélkül mennyit érek. Fej nélkül mit érek én? Oké, szerintem akkor ezzel itt végeztünk. Itt mennyien haltak meg? Itt láttam halottat. Egy se. Egy sincs itt. Pedig Kléli láttam egyet, amit ledobtunk. Lehet, hogy eltűnt a teste. Oké, itt valami papírokat találtunk. E-mail. Ezt borzasztóan látom. Várjatok. Most jobban látom. FYI, this is what we are looking for. Aha, valami, amit keresünk. Nagyon jó, hát ez valami nyersanyagnak tűnik. Tökre örülök neked, hogy ezt kerestétek. Ez nagyon jó információ nekünk. Most a lightert ad vissza, mert nem szeretném használni a zseblámpánkat. Nem, mintha amúgy nagyon kellene, hogy ezt nem tudod szétverni? Nem. Igazából tudjátok mit? Ez a hármas volt. Igazából használhatjuk, van egy csomó elemünk. Itt hátul, ezt tudom, hogy itt van valahol egy kereszt. Shotgun lőszer volt a slaggom? Hopp, ott egy kereszt. Ruhaanyag. Ezek nagyon jó cuccok. Arra azt hiszem nincs semmi. Arra viszont még tudunk menni. Jó, ez az a nyersanyag. Itt van ez itt előttünk. Szóval ki tudjuk majd egyszer bányászni? Megengedjük, hogy bányásszunk. Álmosak vagyunk valamennyire. Igyunk egy energiaitalt, mert rengeteg van. És akkor több energiám van. Azért szeretném. Biztosan vagyunk. Illetve nem látom értelmét, hogy cipeljük magunkkal ezeket a védelmeket úgy, hogy nincs rajtunk. Szóval most ezt fel is vesszük. És úgy megyünk tovább. Ha valami rajt... megijedtem picit. Akkor ne legyünk bajban. Itt valami világít, kicsit hangosabb lesz a hangokat, hogy jobban halljam, ha valami megtámad éppen. Látjátok a plafonon azt a fura kaptárszerű valamit?
Itt a falon. What the fuck is that? Az micsoda? Te veszélyesnek nézel ki. De ahogy nézem, be vagy akadva. Szerencsére. Nálad itt nincs semmi? Nincs. Szereztünk C4-est. De csúnyán nézel ki. Azt nézem, hogy hát ha leköpe minket, vagy valami. Szóval szereztünk C4-et. Hol van? Nem ide rakja? Ott van, ott van. Ez megsemmisült. Ez darabjaira robbant. Viszont mi van erre? Ó, jeez, milyen hang volt ez? Nem tudom, mennyire szeretnék tovább menni ebben a barlangban azok után, hogy eldobtunk egy C4-et. Fölkeltettünk mindenkit, aki létezik a világon. De úristen, 18 percnél tartunk csak a felvételben, nem mondhatom azt, hogy abba hagyom. Ha nem nehéz módban játszanánk, akkor még talán kicsit könnyebben is menne. Aha, itt vannak egy-ketten. Ott van egy. Meghalt. Az egy szájas? Az egy szájas. Van még egy gránátunk. Vagy van pisztolylőszerünk, kevés. Elég sok bénító lőszerünk van. Próbáljunk meg egy gránátot először. Jó, nagyon, nagyon tovább dobtuk. Azok meghaltak viszont, ő viszont nem. Van viszont egy másik ötletem, nagyon sok viszont van. Ez. Készítünk molotovot. Nagyon sok ruhaanyagunk van, és most már nem tudok felvenni ilyen vodkát. Hopp, ez nagyon jó volt. Ez nagyon jó volt, ennél többet szeretnék. Nem fel akartam venni, hanem el akartam rakni onnan. Mindegy. Ezt így akartam. Hú, ott vannak még. Vannak még a távolban. Nem baj. Amit ott... Ja, a csávó teszegeti. Én ha én most így megdoblak újra, nem történik nagyon semmi veled. Jó, tudod mit? Inkább elhasználok még egy C4-et. Hopp, nem használunk el még egy C4-et. Oké, okay, jó, ezt lerendeztük ezt. Hol van a másik hulla? Ott van. Gyorsan leszedjük még, mielőtt eltűnik a páncélzatot belőle. Begyűjtjük a nyersanyagokat. Ez a szájas valamilyen nem nagyon akart ránk jönni viszont. Érdekes. Kegyetlen mekkora ilyen páncélzatba mászkálunk most, hogy gyűjtöm a darabkákat belőlük. Együnk egy halat. Ja, mozog a feje a halnak. Pedig ez meg van sütve ez a hal. Tehát konkrétan kiírja, hogy sült hal. Még egy ilyet összerakunk. Hova raktad a molotovomat? Le.
Ó, nem akartam azt felvenni. Jó, mindegy. Nem érdekel most. Használjunk ilyeneket. És akkor lássuk, hogy néz ki ez a hely. Érdekes, hogy nem vesz észre minket. Egy. Oké, okay, szerintem most vett észre minket. Oh, jeez! Ez megijesztett! Erre megmondom őszintén, erre nem számítottam. De legalább a páncél miatt nem nagyon vitt nekünk. Oké, okay, ezt kivédtük. És megint futni fog? Nem, most hátra dölöngje. Ah, Istenem. Kettő. Á, elszámoltam. Egy, kettő, három. Nem, van kettős támadása. Jó, viszont meghalt. Belőle nem tudunk kinyerni páncázatot, de... Uff. Nem baj. Annak köszönhetően, hogy mennyi páncélunk van, annak köszönhetően egész jól bírjuk. Meghalni nem fogok. Na nézzünk körbe akkor. Itt van kötél, vodka, gyógyszer. Nem is tudunk több gyógyszert használni, de jó. Többet nem is tudunk magunkkal vinni. Kaja. Csont. A csávó, akit próbált, nem tudom, így begubózni. Valami. Mi ez itt a földön? Cseppkő. Hopp, ott van egy néhány alak. Erre rohangálunk, erre nincs semmi, jó? Srácok, ha meghalnék itt, most nagyon sokat kéne visszatörteni. Szóval lehet, hogy itt vállalnánk azt, hogy feláldozzuk a egyetlen halálunkat. Ha? Te egy doboz. Imádják a dobozt. Oké, köszönjük. Ott egy újabb alak. Ó, már megint te. De felénk rohan! Azt a mindenit! Jesus Christ, bro! Oké, okay, kipróbálunk valamit. Szerintem nem fogja. Kezd lemerülni a lámpa. Merjétek, kezdjünk el foglalkozni vele. Hú, ez kellemetlen. Ez a csávó eddig a kriptoniton valamilyen szinten. Most így előtte így tudjátok, így lepakolunk, ott megeszünk egy halat. Illetve a lámpát megtöltjük. Itt van. Nem hiszem el. Ah. Hol vagyok vajon? Nem, ez a lény kegyetlen a kriptonitom. Úgyhogy ellene tudok a legnehezebben harcolni. Hol vannak a cuccaink?
Ez a hely ismerős. Ez a hely ismerős. Szerintem visszább rakott minket a játék. Visszább rakott minket. Most visszamehetek. Ezek a hangok, nyugi van. Most visszamehetek, megpróbálhatom elintézni újra, és esetleg megöl minket, és kezdhetem ezt az egészet előről. Vagy visszamegyünk menteni. De nem kerülnek le újra, mi? Ezért nincs páncélzatunk. Ott mozog, nézzétek meg. Bakker kiszúrt minket, ahogy nézem. Ó, jó, meghalt az utolsó lövéssel. El se hiszem. El se hiszem, az utolsó... Mi az Isten rákja vagy te? Ó, Jézus! Várj egy pillanatot, meghámozom a haverodat, azt utána majd foglalkozok veled. Oké, nem tudom, hogy mennyire akarjuk bevállalni ezt most így ennyi páncélzatta. Bár alapvetőleg egész be vagy szorulva oda. Meg mész vissza, ami másik érdekes dolog. Mennyire vagy vajon gyors? Vannak kezdeményezések ott. Látom a szemedbe a tüzet, hogy le akarsz rohanni. Hova tűnt? Atom. Ég? Ez az? Na most mi lesz, srácok? Ti nem viszitek túlzásba. Szóval nem ismerem őket, nem tudom, hogy mennyire harcolnak jól. Ennyire. Oké. Nyugodt vagyok, nem? Teljesen nyugodt vagyok. Ez mondjuk elég vicces, hogy így rászórja a cuccokat. Jó, oké. Jó. Oké. Na hát, egy-kettőt itt már elintéztem. Szóval érdekesség egyébként ugye, ez nem jutott eszembe. De hogyha ugye meg, mármint, hogyha be kell tölteni a játékot, akkor visszakerül minden újra, szóval igazából akkor se vesztettem volna semmit, hogyha ha nem megyek visszamenteni az előző alkalommal. Mindegy. Örüljünk annak, ami lett még pluszban. Ó, illetve ezeket nem is vettem észre a múltkori alkalommal. Az is jött minden, felvettük a keresztet is. Köszönjük. Jó, arra nincs semmi. Ez most nem sikerült most olyan jól, mint az előző alkalommal ez a harc itt. És most kevesebb védelmünk van, és meg is ütöttek itt, és sebb miatt vesztettünk. Én viszont szerintem itt kéne lennie még egy halottnak, vagy mind a hármat eltaláltam, csak az egyiknek sikerült ut... Nem, a fenéket, nézd meg, itt van még egy. Te hol voltál eddig? Fogadjunk, fent ugráltál. Ó, hát honnan jöttetek? Honnan jöttetek elő? Hát vannak még hárman. Hát itt rohangáltam, azt egy darab nem volt. Hát hámoztam a haverjaikat a földön. Hoppa, azt talált.
Jaj, de csúnya volt, jaj, de csúnya. Na mi lesz most? Feljössz? Ne, Anakin, ne! Meg se próbáld! Na, azért talán már. Hogy. Ott van. És trapabíró vagy, egyelek meg. Haverod, ott rohangál, nem baj. Addig elkezdelek meghámozni téged is. Hopp, ide jött, csak az animáció közben sebezhetetlen vagyok. Ki gondolta volna? Ezeket nem olyan könnyű lefejezni. Meg a kezüket sem olyan könnyű lecsapni. Meg ezt hiszem kiütöttem. Úgy. Akkor végül is megvagyunk, figyeljetek, végül is van elég páncélunk, ha azt nézzük. Valahol hol volt a másik? Ő volt a másik. Ki volt még, hogyha megyünk tovább? Volt ott egy csomó még. Szerintem fogunk lerakunk ide egy sátrat, azt menteni fogok. Azt még egyszer nem akarom végigcsinálni. Ezért is hagytam, hogy ugye, hogy meghaltunk, és akkor... gumozzanak be, azt próbáljuk meg még egyszer. De hát az a szájas lény az... Szinte nevérek. Az a szájas lény az kellemetlen. Az akárhogy nézzük, az kellemetlen. Robbanószerek, hello! Mi van vajon, ha közeledbe megyek? Meg tudsz ütni? Hopp, hopp, meg tud ütni, oda nézzenek. Fog egyet, azt mondja, kapsz egy pofont. Nem is baj, tudod mit, maradjál ott. Előtte fogom, azt lerakok ide egy sátrat, az teljesen jó az itt nekünk. Ajne. Mentünk is. És tudjátok mit, tudom, hogy ezt most így kicsit félbe hagyom. De remélem jól szórakoztatok, remélem csatlakoztok hozzám legközelebb is, és addig is legalább addig ő életben marad. Sziasztok!